Köszöntöm nézőinket, Önök az Aktuális látják. Társasházak, lakóépületek, tűz megelőzése, baleset megelőzés. Most ez lesz a témánk a mai Aktuálisban, de először még nézzünk is meg egy bejátszást ezzel kapcsolatban. A folyosó nem műhely, nem raktár és nem is tároló. Minden másodperc számít. Miért lassítaná a tűzoltók munkáját? Ne zárja el a menekülés útját. Gombkötő Zoltán, tűzoltó alezredes szolgálatvezető a vendégünk. Ismét itt a stúdióban köszöntöm. Jó estét kívánok! Mekkora problémát jelent ez, amit itt láttunk a videóban is, amikor a szakemberek, a kollégák nem tudnak bejutni egy-egy helyszínre? Hát ez nagyon nagy problémát jelent, főleg lakossági oldalról, saját életünk, testépségünk védelme érdekében elsődlegesen. Utána nem nem módosítva az anyagi károkat is, tehát az is nagyon sokat számít, és a legnagyobb gond az, hogy a bejátszásban lévő lakóépület az társasház, tehát itt azért mondjuk egy 10 emeletes lakóépületnél 60 lakásról, 4 fő esetén még 60x4 fővel beszélhetünk, tehát nagyon sok embert és nagyon sok anyagi javat veszélyeztet egy tűz. Egyébként, akik ezeket az ingatlanokat lakják, akár egy tömböt, egy panellakást, teljesen mindegy, hogy milyen típusú ingatlant, ők ezt mennyire veszik komolyan? Mennyire hiszik el? Hogy nálunk is lehet egy tűzeset, és nálunk is el kell pakolni, igenis. És be kell majd engedni a tűzoltókat, hogyha netalántán probléma lesz. Tehát ezt meg lehet értetni egyébként a lakossággal? Ön szerint hogy látja? Igyekszünk megértetni, azért azt lehet mondani, hogy az évek alapján, az előző évek statisztikái alapján egyre jobban gondot fordítunk a saját testépségünkre, anyagi javaink védelme érdekében, és ez a társasházi lakóépületeknél is látszódik. Tehát ezt visszajelzi nekünk egy-egy hatósági tűzvédelmi ellenőrzés a társasházakban. A 10 emeletes lakóépületekben ott rendszeresen tartunk ellenőrzéseket, ez a rendszeresség ez azt jelenti, hogy 2-3-4 évente visszajutunk egy-egy 10 emeletes épülethez. A 4 emeletes épületek ez azért ott már kevésbé, tehát 5-6-7 év is eltelik, mire egy 4 emeletes lakóépületbe vagy 5 emeletes lakóépületbe visszajutunk, de azt mutatják ezek a számok, hogy sajnos az ellenőrzéseket nem hanyagolhatjuk el, minden esetben figyelni kell a lakosság testépségére, mert elő-elő fordulnak még a videófelvételhez vagy a bejátszáshoz hasonló események, helyzetek. Katasztrófa védelemnek milyen eszközei vannak akár a tájékoztatásra? Tehát kiraknak egy-egy molinót, vagy megpróbálják tényleg röviden kiírni, és figyelemfelkeltő jelzésekkel mondjuk úgy ellátni. Hát, hogy beszéljünk szíről, mondjuk a pirosról. Van erre lehetőség egyébként, hogy tényleg szembeötlő legyen, és fáradtan, amikor hazamegy a dolgozó ember, akkor még ez ott legyen előtt, elolvassa és megnézi, és azt mondja, hogy hoppá, tényleg el kell, hogy pakoljak innen most már az útból. Hát igazából az alap dolog az a lakóépület, ez ugye a társasházhoz tartozó tűzvédelmi szabályzat. Tehát a jogszabály szerint minden társasháznak a 3 szintnél és a 10 lakóegységnél többet tartalmazó lakó és üdülő egységnek is egyfajta ilyen egyszerűsített tűzvédelmi szabályzata kell, hogy legyen. Ezt mindenkinek ismernie kell, felnőttnek, gyermeknek, aki már értelemszerűen abban a gondolkodási fázisban vagy korban van, hogy ezt meg tudja érteni és meg lehet vele értetni, akkor minden esetben őt azért az alapdolgokról tájékoztatni kell. Ez tényleg a legegyszerűbb dolgokat tartalmazna, sok esetben az épületben lévő tűzvédelmi eszközök, gondolok itt tűzoltókészülékre, hő- és füstelvezetésre, az ajtónak a mai világban már kóddal történő ellátása esetén, vagy ráccsal történő ellátása esetén, hogyan tudunk menekülni, mit tudunk tenni, a villany óra hol van gyakorlatilag a leszakaszolás, ahol tudunk áramtalanítani, közös helységekben hogyan, mit, milyen mennyiségben szabad tárolni, éghető folyadékok, üzemanyag, motorkerékpárt hol lehet elhelyezni, milyen helységben. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg az általános, egyszerű leírásokat tartalmazza, nem jogszabályszerű szinten megfogalmazza, tehát mindenkinek közérthetően van leírva. Hogyha megyei szinten vizsgáljuk ezt, és mondjuk maradunk most a társasházaknál is, ezeket nézzük, akkor a katasztrófavédelem, a tűzoltók, a munkatársak mit látnak? Mennyire tudják, mennyire akarják ezek a
tömbökbe tartani mondjuk ugye az alaptűzvédelmi szabályzatot, alaptűzvédelmi szabályokat, és vannak-e kirívó esetek, hogy néhány év után se oldódik meg, vagy fel kell jelenteni a másikat, mert az nem viszi el az útból azt a bizonyos kerékpárt, vagy azt a szekrénysort, vagy akármit, aminek nem ott lenne a helye. Igen, sajnos vannak ilyenek, tehát vannak lakossági panaszbejelentések is, hogy a szomszédot valaki bejelenti, hogy nem megfelelően tárol, mondván, hogy ők úgymond nem bírnak már vele, tehát hatósági jelenlét vagy figyelem lenne szükségre. Meg sajnos vannak olyanok is, hogy egy társasházi ellenőrzés során, amit általában kiértesítéssel szoktunk megtenni, hogy következő hónap 20-án mondjuk Békés Csabán valahol egy társasházat ellenőrzünk, olyankor mégis előfordul a kiértesítés ellenére, hogy mint a figyelem, vagy a videófilmben lévő egy bicikli, egy szárító, vagy bármi egyéb ott van, ami egyébként nem lehet azt mondani, hogy éghető anyag például egy bicikli, de valóban a menekülési útvonalat befolyásolja. Tehát a lakóépületekben, vagy az ilyen társasházi épületekben azt kell elsődlegesen tudni, hogy azok a helységek, amik a lakóépületben vannak, funkcionálnak megfelelő célra használhatók. Gondolok itt arra, hogy tárolónál is nagyon sok esetben fönt van egy 60-as években épült tároló, farára ki van írva, hogy babakocsi tároló. Az nem véletlen, az annak abban az időszakban ezzel a funkcióval lett létesítve, kerékpártároló, motorkerékpártároló. Ezeknek mind az lenne a lényege, hogy abban a helységben azokat a tevékenységeket kellene végezni, ami az eredeti funkcióhoz, a használatba vételi engedélye szükséges. A folyosó az pedig értelemszerűen folyosó, egyfajta menekülési útvonal, közlekedési útvonal, nem veszély esetén a lakóépületeknek vagy a lakórészeknek a megközelítésére szolgál, és itt nem szabad olyan éghető anyagot elhelyezni, amivel önmagunkat, meg a lakóházban vagy a társasházban lakó más lakókat is veszélyeztetnénk. Mindjárt erre még visszatérünk egyébként, hogy mik ezek ön szerint, vagy mik a mondjuk úgy legveszélyesebb dolgok, de van-e olyan, hát mondjuk úgy, hogy kell-e tájékoztatnia akár egy közös képviselőnek, vagy társasház fenntartónak azokat a lakókat, akiket mondjuk úgy, hogy kirívóan cselekszenek. Tehát valami már régóta ott van, stb. Ez jogszabályban van-e ilyen előírás, hogy ezt meg kell tenni ekkor és ekkor? Van jogszabályi előírás, igazából ez az egyszerűsített tűzvédelmi szabályzat is a társasháznak a kezelője, vagy tulajdonosa, vagy közös képviselője, akárhogy is nevezzük őt, az ő kötelessége. Tehát maga a szabályzatnak a naprakészsége is, a megismertetése is, valamint az abban lévők betartása is, és igen, van ilyen előírás, tehát volt egy jó pár évvel ezelőtt úgymond ez a virággal kapcsolatos problémák, hogy most akkor társasházban lehet elhelyezni, nem lehet elhelyezni, akkor is lehetett elhelyezni. Egy a lényeg, hogy ugyanúgy, mint a kerékpár, ne veszélyeztesse a menekülési útvonalat. Egy folyosó mondjuk az 1,95 méter felett elhelyezett egyfajta futóvirág, muskátli vagy bármi egyéb, úgy elhelyezve, falra rögzítve, az nem veszélyezteti a menekülési útvonalat. Értelemszerűen, hogyha már ez a korlátokra vagy a lépcsőfokra van lerakva, ami a menekülési útvonalnak a szélességét, mondjuk azt az általános jogszabály előírást, az 1,35-öt leszűkíti még egy 1 méteresre, és mint ahogy a felvételen is volt, mind a tűzoltó kollégák, mind a ellenkező irányban menekülő lakosoknak a védelmét befolyásolja, ez innestől kezdve azt kell mondani, hogy az valóban szabálytalan, és mondjuk egy korlátozott látási körülmények között füst esetén, nagy hő esetén valóban olyan balesetet okozhat, hogy mondjuk az ember belebukik, fölbukik benne, fejét beveri, eszméletét veszti, nem azért fog meghalni valaki esetleg, mert valóban megfulladt a füstben, hanem egyszerűen másodlagosan valóban megfulladt, de elsődlegesen megeresett a lépcsőn és beverte a fejét. Azért, mert olyan termék volt ott, vagy olyan eszköz, vagy olyan dolog volt ott, ami nem odavaló. És akkor nézzünk mondjuk éghető anyagokat, vagy a legveszélyesebbeket, és azt, hogy egy-egy lakó ingatlanba, akár még mindig maradhatunk a társasháznál, de hát ez lehet egy különálló ingatlan is, hogy bent a lakásban mik azok, amik a legveszélyesebbek, vagy legkönnyebben tudnak tüzet okozni? Hát a lakásban általában az elektromos berendezések meg a főzés, ami alapvetően a tűzveszélynek, vagy a tűzkeletkezésének a forrása. Az elektromos berendezések ott annyi a lényeg, hogy minden esetben, ha bármilyen probléma van, elektromos hálózattal soha ne szereljünk önmagunk, szakembert hívjunk, ügyeljünk a berendezéseinkre, tehát hogyha tudjuk, hogy esetlegesen elavultak régiek, egy egyszerű mosógép például, az a lakásban a legnagyobb áramfelvételt jelenti mondjuk üzemelési időszakban. Nagyon sok olyan mosógép van már, amit be lehet állítani mondjuk arra, hogy reggel elmegyek, és mire este hazaérek, addigra pont kimoson, addigra áll le, amikor 5 órakor én belépek a lakás ajtaján, nem fog összegyűrődni arra.
Ez nagyon jó, csak lehet, hogy az épületünk vagy a lakásunknak az elektromos hálózata mindezt nem bírja, és a legnagyobb áramfelvétel esetén, amikor nem vagyunk otthon, egy műszaki meghibásodásnál olyan zárlat átmeneti ellenállás keletkezik, amitől a lakásban lévő mondjuk a szárító vagy bármi egyéb a törölköző, ahogy a mosógép úgymond meggyulladt, abból olyan tűz tud keletkezni, ami sajnos a lakóépületeknél lévő ilyen úgymond vezetékstrangoknál, fürdőszobánál, kamránál, vécénél vannak ezek kialakítva, hogy a közműhálózat ott van elvíve, ott nagyon gyorsan egyfajta kéményhatás elvén, ha még úgy van mondjuk, hogy a lakáshajtó nyitva is van, akkor a húzathatás keletkezik, hogy gyakorlatilag a lángot felszívja a következő emeletekre, és azzal megvan már a több lakóépület, vagy a több lakásban lévő tűzesemény is. Ez lehet az egyik. A másik megmondom a főzés. Tehát az minden esetben soha nem hagyjuk otthon, ha elmegyünk otthonról, lehet úgy gondoljuk, csak 5 percre mentünk el. A végén negyed óra, fél óra lesz, rendőr megállít, szomszéddal találkozunk, beszélgetünk, bármi egyéb, és akkor már is otthagytuk az ételt, ami megint egy tűzforrásnak a lehetősége. Ugye beszéltünk már múlt héten a szabadtéri tűzesetek számának emelkedéséről, és hát ahogy ön elmondta, azért itt elég komoly szintű emelkedésről van szó. Itt ebben az esetben is van emelkedés. Miért van ez? Tehát tudunk-e adatokat? Ugye önök folyamatosan vizsgálják azt is, hogy mi és miért történik. Ezt lehet-e tudni? Vannak erre vonatkozó adatok, hogy leginkább mik okozzák ezeket a beltéri vagy lakástüzeket mondjuk úgy? Igen, vannak adataink az előző évekhez képest erre is. Azt lehet mondani, hogy számszakilag most nem emelkedtek tehát ha úgy mondom, hogy 2015-ben, 16-ban 360-321 eseményről beszélgettünk, az idejében még idézőjelben csak 265-nél járunk. De hogyha visszaosztjuk havi bontásban, akkor egyfajta emelkedésről lehet beszélni. És azért próbáljuk itt is egyfajta lakosság felhívás meg tájékoztatás formájában felhívni a figyelmet az öngondoskodásra, meg a figyelem felhívásra minden esetben, mert a nyári időszakban, ahogy a gyermekek otthon maradnak, ez most legyen 14 év alattiak is, sajnos benne van, hogy szomszédokkal közösen vannak, vagy lemegyünk egy boltba, és otthon marad mondjuk egy fiatalabb gyermek hosszú ideig, bennük van a kíváncsiság, és ha nem is egyértelműen nagyon nagy emelkedés kimutatható, de el lehet azt mondani, hogy a nyári időszakban a társasházi épületekben, főleg ott, ahol valóban több gyermek van és nem udvaron játszik, mert nem tud kimenni ilyen melegben mondjuk játszótérre vagy bármi egyéb helyre, valóban emelkednek egy kicsit ezek az esetszámok vagy tűzesetek vagy a vonulási számaink. Ez az előbb elmondott elektromos hálózat, ami még itt nagyon föl lehet hívni a figyelmet rá, hogy mondjuk nagyon sok hosszabbító egymásba dugdosásával, mondjuk egy ventilátor használtam, mert nincs klíma a lakásban, a gyermeknek nagyon melege van, legközelebbi szabad konnektor mondjuk a konyhában van, onnan 3 hosszabbító, elhozzuk a ventilátort a gyerek szobáig, és akkor ez megfelelő megint elektromos hálózati problémát jelentett. Ez is egyfajta a főzés a másik, és a gyermek tevékenység sajnos a kíváncsiság a tűz hatás esetén, vagy az öngyújtó gyufa esetén az megint benne van. Itt kellőkörű tekintően nekünk kell gondoskodni arra, hogy gyermekünk a veszélyforrásokat megismerje, próbáljuk vele elfogadtatni, nem minden esetben kellően tiltani kell, értelemszerűen meg kell találni azt a kort, azt nekünk kell tudni, hogy a gyermekünk mikor érett arra, hogy kezébe adjunk valamit, megismerje, esetlegesen valóban legyen lehetőség arra, hogy ő gyújthat meg egy konyhai tűzhelyet, amikor főzünk, hogy tudja azt, hogy milyennek hatása, ne az legyen, hogy meggyújt egy gyufát, még nincs otthon senki, és akkor beledobja a kukába mondjuk, amiben tele van éghető papírral, vagy bármi egyéb dologgal, és ezzel valóban lakóépület tüzet okoz. És ugye bármennyire gyors reagálású a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, azért azt se kell figyelmen kívül hagyni, hogy még hogyha mondjuk a menekülési útvonalak is rendben vannak, egy 4 emeletes tömbháznál, vagy egy 10 emeletesnél hatványozott az önök dolga is, hiszen igen, bejutni is sokkal nehezebb, és ha magasból kell menteni, akkor megint csak problémát jelent ez. Tehát gondolom, hogy ez is hatalmas súlyú. Igen, igen, és itt is nagyon nagy felelősségünk van, mind szülőként, mind lakóként. Tehát lakóként is, hogyha egy ilyen tűzeset valóban bekövetkezik, akkor a menekülési útvonalak, ha rendben vannak tartva és megfelelőek, akkor azzal tudunk segíteni, sőt, kötelességünk tűzesetén lehetőség szerint megpróbáljuk eloltani. Ha nincs rá lehetőségünk, testépségünket már veszélyezteti, akkor értelemszerűen menekülni kell az ingatlanból. Lehetőség szerint a lakáshajtaját be kell zárni. Ezzel tudunk egyfajta, mind az oxigént elzárjuk a tűz elől, tehát van lehetőség arra, hogy esetleg oxigén
elfogyása esetén úgymond a tűz önmagától kialszik. Ha ilyenre nincs lehetőség, akkor is az ajtó becsukásával azért a lépcsőházban a füstök, mérgező gázok nem terjednek ki. Másoknak tudjuk biztosítani még esetleg a felsőbb szintekről a menekülési útvonalat, valamint kutyakötelességünk lehetőség szerint a szomszédos ingatlanokba vagy kiabálással, vagy bedörömbeléssel, vagy csengőnyomásával, vagy pár megyébbel jelezni, hogy tűz eset van az ingatlanban. És arra kell még nagyon felhívni a figyelmet, hogy lifttel, vagy olyan liftekkel, ami nem biztonsági lift, vagy tűzoltó lift, ne közlekedjünk, mert a kiérkező egységek elsődleges dolga az lesz, mivel vízzel oltunk, a víz és az áram azok nincsenek jó barátságban egymással, áramtalanítjuk az épületet, és ilyenkor a liftek úgymond azon a szinten ragadnak, akkor még egy plusz veszélyt rejt az egész dolog. A tűzoltóknak is még foglalkozni kell a bent ragadt személyeknek a kimenekítésével, meg önmagunkat veszélyeztettük azzal, hogy egy tűz esetén liftbe szálltunk be. Köszönjük szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. A mostani aktuálisban a társasházak tűzmegelőzéséről beszélgettünk Gombkötő Zoltán tűzoltó alezredessel. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!